Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel április 14-én jelenik meg. Ezen a napon a hold az indiai asztrológia szerint az Ardra holtházban van. Ez a holtház jelenti, hogy előre folyamodnak az események, élénkek vagyunk. Megvan az életöröm, vagy valami jön, ami felfrissít bennünket. Ez a nap alkalmas egy új kezdetre. Pár évvel ezelőtt a tavaszi pont ebben az Ardra holtházban volt, és szimbolizált egy új kezdetet, és ez a téma még mindig megmaradt ennél a holtháznál. A hold az a szekeres csillagkép befolyása alatt áll a mai napon. Ez a szekér, ez jelenti a mozgást. Lesznek döntések, változások, pörögnek az események. Ebben a szekeres csillagképben van egy fényes csillag, Capella. Capella az lefordítva egy kis kecskét jelentett, és a görög mitológia szerint ez a kecske táplálta Zeus istent. Az ő tejéből növekedett, mint egy kisbaba annak idején, és ennek is van egy jelentősége, hiszen tudjuk azt, hogy a mi naprendszerünk az a tejúton van. És itt is a tejről van szó, amit Zeus megkapott ettől a kecskétől. A tejútunk központjában van a nyilas jegye. És az pontosan szemben van a szekeres csillagképpel. Tehát a nyilas jegye a tejútunk központja, és ezzel szemben a szekeres csillagkép, ez a tejútunknak a külső részét jelenti. És itt a tej egy szerepet játszik Zeusnál is, a másik oldalon pedig Herkulesnál. És itt van egy kapcsolat a központ és a tejútunk széle között. Lehet, hogy ez azt jelenti jelenleg számunkra, hogy legyen meg a koncentráció, de azért figyeljünk oda arra is, hogy milyen külső hatások vannak. Ezen a napon a nap eléri a kos jegyét, és kezdődik egy új szakasz. Mindez az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint van így. És ez egy precíz számítás, mert ők figyelembe veszik a precessziont, hogy a tavaszi pont elcsúszik. Tehát a nap áttér most a kos jegyébe, és az szimbolizál egy új kezdetet, ugyanúgy, mint az Ardra holtház is. Ezen a napon, április 14-én van egy kapcsolat Vénusz bolygó és a hold között. Sajnos ez nem jó kapcsolat, ezek kihívások, problémák, nehézségek. A hold szimbolizálhatja az anyukát, Vénusz bolygó pedig a lányát. Tehát itt lehet családi feszültség anya és lánya között.
De más témákra is utalhat ez a kapcsolat. Vénusz bolygó jelenthet bennünket, hölgyeket, és megvan ez a belső feszültség vagy bizonytalanságok. Vagy Vénusz bolygó utalhat a szerelemre is, és Vénusz bolygó a halak jegyéből hat, tehát mi hölgyek romantikusak vagyunk, elvárjuk azt, hogy ő érzelmekről beszéljen, de megvan a feszültség, és ő nem nyitott érzelmekről beszélni, sőt a levegő eleméből hat, kell számára a szabadság érzete, vagy vannak más baráti kapcsolatok nála, tehát előfordulhat, hogy a párkapcsolatban van egy kis feszültség. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A felső képek utalnak az ő gondolataira. A nap jelentheti az ő magabiztos fellépését, a kisugárzását, a nyilvánosságot, de az egerek ebből valamit el tudnak távolítani. Hiszen ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát ő bizonytalan, úgy érzi, hogy mások nem veszik észre őt, és amit a képek még jelenthetnek, hogy fél attól, hogy az egerek valami mást távolítanak el, pénzt, vagy a munkahelyet, vagy téged, fél, hogy veszteség lesz, fél, hogy elveszíti a munkáját, vagy fél attól, hogy elveszít téged. A nap az jelentheti a nyilvánosságot, hiszen megvilágít valamit. Az is lehet, hogy ő a háttérből figyelget téged, például az interneten keresztül, de nem nyíltan mutatja ki, hiszen ezt a nyitottságot az egerek eltávolítják. És most megnézzük az érzelmeit, az bal oldalon látható, lesz újra mozgás, könnyűség, vidámság, erre utalnak a madarak. Amit a madarak még jelentenek, ez a kommunikáció, hogy beszélni akar veled, és a gyűrű az jelenti a kapcsolatot kettőtök között, vagy azt, hogy visszatér hozzád. Amennyiben ő nős, akkor a gyűrű utalhat a házasságára is. Hogy tudja, hogy beszélnetek kell, de fél attól, ha válásra kerül a sor, hogy az egerek valamit eltávolítanak, hogy veszteség éri őt. Például anyagi veszteség. Ami kettőtöket illet, lesz vidámság, beszélgetés, keresi veled a kapcsolatot. És mit fog tenni? Az jobb oldalon látható, ott a levél, írni fog neked, vagy vár arra, hogy te írj neki, és ez hiányzik neki, hiszen ezt az egerek el tudják távolítani. Hogy ő fél attól, hogy nem jelentkezel nála, hogy részedről ez a kapcsolat le van zárva, és érzi azt, hogy nem szabad tovább várakoznia, hanem neki kell mozgásba jönni, és újra keresni veled a kapcsolatod. És ez a kapcsolat, ez a hír jó, hiszen ott van a szerencse, egy jó hír érkezik, lesz egy szerencsés fordulat. Ami összefűz benneteket, az középen látható. Ezt a magyar kártyacsomagot a férjem készítette, ott vannak a betűk, és a régi írásmód középen az úgy nevezett rovás írás. Most elgondolkozhatunk azon, mit jelent a Csé betű. Ez lehet egy név, lehet egy város, lehet egy fogalom. És hogy mit jelent neked, azt leírhatod a kommentárba. Ami nekem eszembe jut, Csilla, vagy Csaba, vagy Csongrád. Mint fogalom, nekem a csúnya szó jutott eszembe.
de jelenthet egy más fogalmat is, csupán. Hogy neked mi jut eszedbe, írd le a kommentárba. Köszönöm szépen! A régi írásmód az középen van, ez olyan, mint egy négyszög, de elcsúszott. És a négyszög jelenteni az alapokat, amire ki lehet építeni valamit. De itt most elcsúsznak a dolgok, és itt rendezni kell valamit, változtatni valamit a helyzeten. Vannak lehetőségek, hiszen a bal oldalon és a jobb oldalon az az egyenes vonal kicsit hosszabb, és ez lehet egy kiút, lehet külső befolyás, tehát változtatni fogtok valamit a helyzeten. A napi energia az jobb oldalon látható, és jelenti az erőt, az életerőt. De ez a hölgy a képen nincs mozgásban, úgy gondolja, miért kellene most bebizonyítani magamat. Inkább megőrzöm a nyugalmamat, a békességemet, visszahúzódó vagyok, és pontosan ez ad erőt számomra. Ő inkább olyan várakozó. Ott van az ölében ez a cica, és erről el kell mondanom a történetünket. Én a férjemmel Mallorca szigetén egy finkán élek. Itt nincsenek tulajdonképpen közvetlen szomszédok, és az elmúlt években két cica jött ide hozzánk. Nagyon éhesek voltak, és mi befogadtuk. Az egyik az a tigris, a másik az pedig a hercegnő. Tehát van két cicánk. Mi ezt nem kerestük, ők találtak ide hozzánk. És most húsvétkor jött egy harmadik cica. Szintén ki volt éhezve. És a mi két cicánk megengedte azt, hogy ő is egyen abból az ételből, amit kaptak tőlünk. És azóta ez az idegen cica, ez a harmadik, állandóan itt van nálunk, hol elmegy kicsit, de visszatér, állandóan visszatér. Úgyhogy mondhatom, hogy húsvét óta nem kettő, hanem három cicánk van, a harmadiknak még nincs neve, majd elgondolkozom azon, hogy nevezzem őt. Én úgy gondoltam, hogy Mákoska, mert olyan a szőre, mint a mák. Tényleg úgy néz ki, mintha mákos lenne, ezért ez volt így az ötletem, hogy Mákoskának hívom. De azért majd megvárom, hogy közeledjen, még kicsit olyan félős. De újra és újra jön, állandóan itt van a közelünkben. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra a csé betű, és meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!